Következő indul a Dobos Adria Lord nyergében a Prosper Lovas Klub színeiben. Felkészül Porkoláb Eszter Zafírával. Kérem szépen, Bakut ne használjunk. Bakut ne használjunk. Dobos Andrea fejezte be programját Lorddal. Következő indul a Porkoláb Eszter Zafira nyergében a Kentaur Lovas Klub színeiben. Felkészül Kenesei Krisztina, Tinet van der Reinerstadttal. Ja, mindenképpen nagyon tiszteletre méltó, hogy vannak lovasok, akik felnőtt korban is elkezdik, illetve folytatják és művelik ezt a sportot, és megpróbálnak mindenképpen minőségre törekedni. Ezek közé, a lovasok közé tartozik Dobos Andrea is. A lovaglásával kapcsolatban talán azt lehetne megjegyezni, ami nagyon feltűnő volt, és ebből a problémából rögtön adódott is egy elég komoly hiba a vágtalésznél. Nagyon hátradőlt felső testtel és nagyon előre tolt lábakkal lovagolt a lovas szinte végig a program alatt. Ezért sem a súlypontja az ülésében, sem pedig a csizmái nem a megfelelő helyen működtek, és amikor a ló a vágtamunkánál átugrott és keresztezett, azért nem tudta a helyes lábra ugratni, illetve korrigálni, illetve megtartani a helyes lábon való vágtát, mert a csizmái azok teljesen előre voltak tolva, és nem a megfelelő helyen tevékenykedtek. Tehát ez a hátrahozott felsőtest, meg ez az előre tolt láb, ez funkcionálisan megakadályozta abban,
hogy például ezt a problémát, ha már fennállt, akkor kiküszöbölje. A másik pedig, ami szintén ebből adódik, a lónak a feligazítottsága. De egy picit az elején járt, az elején ment a ló, és nem tudta egy picit jobban feligazítani, ami szintén nagyon fontos dolog volt. És még egy, hogy időnként a térdei lehetnének zártabbak. De ez az üléshibát kijavítva rögtön másik két-három problémát is azonnal helyre tudna tenni. Dobos Andrea pontszáma pedig 6,5 pont.